Táncbemutatókkal indult a 13. Laska Fesztivál, majd az első koncertet a Konyha zenekar adta a nagy színpadon. Őket a Magna Cum Laude követte, akik 2017-ben pont a fesztivál 10. születésnapján is itt voltak. Most újra nagy örömmel érkeztek Ceglédre, újra tele a naptár, újra nagy a lendület, a járvány után minden koncert örömkoncert. Nem csak mi, hanem a közönség is megsínlett azt, hogy nem lehetett már 2 évig igazából játszani, és most így, mint hogyha így a ketrecből kiengedtük volna azt a madarat, aki nagyon sokáig ott volt. Ezt látjuk a közönség részéről is, meg ezt látjuk saját magunk részéről is, hogy vágyunk arra, hogy muzsikáljunk, és vágynak arra azok az emberek, akik egyébként szoktak a koncertjeinkre járni, hogy ott álljanak az első sorban, és ismét énekeljék azokat a dalokat velünk együtt, amiket szeretnek. Úgyhogy jól nézünk ki, nagyon jól nézünk ki, bár én már óvatosan kezelem, én már azt hiszem el, ami elmúlt. Szombaton a Laska Fesztiválra érkezett a 2021-es X-faktor győztese Ali. Majd mentora Bája Alexis zenekara a Sleppadot koncertet. Sokszor fagytam színjel, a cipőm sarkán hette, Miskolc tönkretette, a Pékét nem leltem. Bája Alex a terveikről is beszélt. Dolgozunk, az nem is titok, mert már volt róla szó, a Maris Petivel, meg így mi a Slepp, az Andris és jó magam egy punk dalon, egy punkos dalon. Tavaly is jelentettünk meg egy punkosabb nótát, ezt idén sem szerettem volna elhagyni. Az szerintem jó idegesítő lesz. És aztán ősztől azt tervezem, hogy megint egy picit komolyabb, nagyobb ívű refrénes dalokat fogok írni, mint az Így hagysz el, Anya, Emlékszem, és kicsit visszafolyok az ilyen poposabb nótáimhoz. Bája Alex már sok éve kizárólag zenekarával lép színpadra, abszolút jól működik a közös munka, mondta a banda basszusgitárosa Pór András. Sokat dolgozunk együtt, meg sokat is vagyunk együtt Alexszel, úgyhogy megszoktuk mi már ezt, meg talán azért is jöttünk ide hozzá, mert hogy nekünk is ez az utunk, és mi is többféle stílust kedvelünk, de amúgy jól lenne már valamikor metált is játszani, meg emót. Ilyen akarsz halni? Akkor igen. A szombati napot egy fiatal zenekar, a Carson Coma zenekar zárta. Van egy ilyen erős, ilyen most tényleg sikerült valamit elérni érzet, de és akkor ugye ez ötvöződik azzal, hogy még mindig csak így nézek ki a fejemből, de igen, meg alapvetően maga a koncert volt jó, mert mint hogy azt hiszem, hogy szerintem mindenki élvezte a zenekarból, és az önmagában egy nagyon jó érzést tud adni, hogyha úgy jövünk le a színpadról, hogy függetlenül attól, hogy éppen milyen, vagy mekkora a volumenű koncert, de hogy jól éreztük magunkat. És köszönhetően a ceglédi közönségnek hasonló hangulatban telt és zárult a koncert a Laska Fesztiválon is. Vasárnap újra színes programok helyszíne volt a nagy színpad, Abony volt a fesztivál díszvendége, számos műfajban mutatkozott be a város, például ifjú táncosok is érkeztek. Majd ifjú zenészek vették át a helyüket, ők már a Rocksuli Cegléd diákjai voltak. Persze velük voltak tanáraik is, hogy közösen egy igazi rockkoncerttel zárják az évet. A tömeg pedig egyre csak gyűlt a fesztivál helyszínén, 18 órakor pedig már több ezer ember várt a Balázs Klárit és Korda Györgyöt. A minden korosztályban népszerű, idén a Szigeten is, majd újra színpadra lépő művész házaspár műsorát óriási tapssal hálálta meg a ceglédi közönség. Majd este 8 óra után elkezdődött a 13. Laska Fesztivál záró koncertje. A 2,5 napos, több 10 000 embert megmozgató fesztivált a Bagosi Brothers Company zenekar koncertje zárta. 10 000 az érzés, más, ugye te is akarod.